Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében körülbelül 11 ezer társas vállalkozás működik, illetve közel 8 ezer egyéni vállalkozó van. Őket érintheti a Nemzeti Adó és Vámhivatal adatszolgáltatási kötelezettsége. Július 1-től már élesben működik az online számlázás. Azokat a belföldi adóalanyokat fogja érinteni ez a változás, akik olyan értékű áfa kötelezettségű számlát állítanak ki, amelynek az áfa értéke meghaladja a 100 ezer forintot, illetve egyéb esetekben pedig az 500 ezer forintot. Ilyenkor adatszolgáltatási kötelezettségük keletkezik. Innen látszik, hogy bizonyos típusú vállalkozások már eleve kiesnek ebből a kötelezettségből, ebből a körből. Illetve hát pontosabban bővül ez a kör, hiszen korábbi 1 millió forintos értékhatár csökken most le 100 ezerre, illetve 500 ezer forintra. Tehát azoknál a számláknál, amelyeknél az áfa tartalom ezeket az összegeket eléri, mindenképpen érdemes egy online számlázó programot beszerezni, és automatikusan megteszi ez a számlázó program a számla kiállításakor, hogy ezt a jelentési kötelezettséget a Nemzeti Adó és Vámhivatal felé továbbítja. Azok a vállalkozások, amelyek rendelkeznek online programmal, azoknak rögtön fel kell tölteni a számlát online is. Akik viszont nem használnak ilyen programot, nekik manuálisan kell feltölteni a számlákat a NAB webes felületén működő számlázó rendszerébe. Ebben a helyzetben 100 ezer forint esetében 5 nap áll rendelkezésükre. Ha az 500 ezer forintot haladja meg a számla áfa tartalma, akkor legkésőbb másnap fel kell tölteni az adatokat. A már használatban lévő online számlázó programokat egy kis módosítással kapcsolatba léptethetik a Nemzeti Adó és Vámhivatallal, így a program automatikusan felismerheti, hogy mely számlák után kötelező az adatszolgáltatás. Valójában egy vállalkozás csak olyan számlázó szoftvert használhat a 100 ezer forint vagy nagyobb áfatartalmú számlájuk kibocsátására, amely ilyen NAV online képes. Ennek a használata nem különbözik a korábbi módoktól. A legtöbb piacon levő számlázó szoftvert a fejlesztő cég felkészítette a jogszabályi megfelelőségre. Sokkal egyszerűbb dolga volt azoknak a számlázó szoftvergyártóknak, akik eleve online böngészőből használható szoftvert készítenek. De valójában a vállalkozó ebből szinte semmit nem lát. Ő ugyanúgy használja a számlázó szoftvert, mint eddig, ugyanúgy bocsátja ki a számláit, mint eddig. A Nemzeti Adó és Vámhivatal weboldalán az online számlázás fül alatt választ kaphatnak a felmerülő kérdésekre a vállalkozások, de a fejlesztők számára is hasznosak lehetnek az információk. Az online számlázás plusz költséggel nem járhat a vállalkozóknak, ugyanis vannak ingyen elérhető számlázó szoftverek. Egy fontos feladata van a vállalkozónak, amelyet végre kell hajtania az első ilyen számlája kibocsátása előtt, hogy ő neki kell összekapcsolnia a számlázó szoftverét a NAV rendszerével. Ez annyit tett, hogy be kell jelentkezni a vállalkozónak vagy a könyvelőjének az ügyfélkapon keresztül a NAV online számla rendszerébe, ott végre kell hajtani egy regisztrációt, és ott a NAV rendszeréből kapott adatokat kell visszaírnia, visszagépelnie az által használt számlázó szoftver. Mulasztási bírsággal a fejlesztő cégeket nem, csak az adózókat csújthatja a hatóság. Egyéni vállalkozóként ez 200 ezer forintig terjedhet, ha pedig egyéb adózóként mulaszt, akkor 500 ezer forint bírságra számíthat. Fontos azt is tudni, hogy az első hónapban az átállás miatt még nem büntet a NAV. Abban az esetben, ha utólag, de maximum július 31-ig feltöltenek minden elmaradt számlát.